Üdvözlök mindenkit, Márki Péter vagyok, és folytatjuk a megkezdett beszélgetésünket. Bogár Laci bácsi feltette a második naplóját, a napló bejegyzését, és a második napló bejegyzésébe is hivatkozott arra, hogy ez egy beszélgetés, tehát beszélgessünk. Ebben a második napló bejegyzésben is elmondom, illetve az ahhoz fűzött gondolatokban, hogy ez egy beszélgetés, tehát itt nem... És itt nem egy ellenbeszélgetés Bogár Laci bácsival kapcsolatban, vagy az ő gondolataival kapcsolatban, hanem egy normál beszélgetés. Mint ahogy egy beszélgetésbe hozzáfűzünk egymás gondolataihoz, bővítjük egymás gondolatait, úgy ez a szándékom itt is. Nem támadni akarom, egyszerűen csak beszélgetni. A második napló bejegyzése a rezetről szól. Az újraindításáról, és ennek egyfajta az alcíme, amit adott, hogy amikor Isten újraindítja a rendszert, vagy rezeteli a rendszert. Mivel lelkész vagyok, tehát ez természetesen egyből megszólítva éreztem magam ezzel a címmel, mint keresztény, mint Istennek a szolgája. És ahogy mondja, mert hogy egyébként informatikus is vagyok, és így ezt nagyon sokszor tapasztaltam, és ezt abszolút alá tudom támasztani, az ő gondolatát a rezettel, az általánosan értelmezett rezettel kapcsolatban, hogy a rezetelni akkor szoktak, amikor már nem lehet mit csinálni egy rendszerrel. Újra kell teljesen indítani, mert teljesen meghalt, megjavíthatatlan éppen az az állapot a rendszernek. És... a világot látva, vagy a világra tekintve, vagy ha valaki ismeri a Bibliát, akkor pontosan tudja, hogy már megtörtént egy rezet ebben a világban. Egyfajta újraindítás. És vagy ha úgy is tetszik, akkor akár két rezet is volt már eddig. Az egyik Ádám és Éva bukásával, amikor bejött a bűn a világra, és Isten kiküldte őket, az első emberpárt a paradicsomból, az egyfajta rezet volt. De az igazi rezet, vagy a következő rezet, az pedig az özönvíz kapcsán jelent meg, amikor is vízzel árasztott el a föld alól és a föld felett lévő víz réteg, amit most már nem úgy néz ki a világunk, mint akkor, akkor egész másképp nézett ki a világunk. Ugye az emberek nagyjából 1000 évig is tudtak, szinte 900 és 1000 év környékén éltek. Tehát egy kicsit más volt az embernek a genetikai állománya, sokkal tisztább volt, a levegő is más volt, rengeteg minden más volt. Volt egy rezet, egy újraindítás ebben a világban. És Isten azt mondja, hogy több ilyen rezetet, ugye azért van a szivárvány, nem a homoszexuális jelkép, hanem ugye a Bibliától elorozták, Istentől elorozták ezt a fajta jelképet, és azt mondják, és azt mondjuk mi, illetve Isten, hogy a szivárványnak az eredeti jelentése az az volt, hogy özönvíz által már nem indítja újra, vagy nem rezeteli ezt a világot. És ezzel tulajdonképpen azt is elmondta, hogy már nem fogja többet rezetelni, amíg véget nem vet ennek a világnak. Tehát lesz majd egy nagyon nagy rezet a végén, és ez pedig az utolsó ítélettel, a világ végével fog eljönni. De ez még egy pár évet, 10 évet, 100 évet, nem tudjuk mennyit, még várat magára. És ő egyébként el is mondja, a keleti bölcsekre hivatkozva, hogy nem jó, ha az emberben félelem, szorongás, aggodalom, harag, düh és indulat van, mert ezek elhomályosítják az embernek az elméjét, így nem tud gondolkodni, dönteni, cselekedni, ami kiszolgáltatottá teszi őt egyénileg is és társadalmilag is egyaránt. Főleg egy társadalomban abszolút megvan ez a fajta félelem. És ezért kell látni tulajdonképpen olyan képet. Ha valaki ismeri a Bibliát, tudja, hogy mit mond a Biblia, akkor pontosan fogja tudni azt, hogy nem érdemes izgulni. Ha ő Isten oldalán áll, akkor történhet bármi, ő abszolút jó helyen van. És nem lesz benne félelem, ugye a Biblia azt mondja, hogy a szeretet kiűzi a félelmet. És itt a kiűzi a
például a haláltól való félelmet is, elsősorban egyébként az az igevers a haláltól való félelemre vonatkozik. Aki hisz abba, hogy Isten az ő barátja, hisz abban, hogy Isten feltámasztotta Jézust, és hisz abban, hogy Jézus azt mondja, hogy mi is ugyanúgy, mint ő, mi is ugyanúgy fel fogunk támadni, ha valaki ebbe hisz, ha valakinek ilyen szoros viszonya van Istennel, akkor ő nem fog félni. Nem fog félni a haláltól, nem fog félni rengeteg mindentől. Vagy úgy is lehet mondani, ha már haláltól nem, akkor már mitől félne? Akár semmitől. Tehát kell látni a nagy képet, mert ezt tudja kiűzni belőlünk, és kell Istenbe kapaszkodni, és hinni a Bibliába, és követni az Isten szavát, mert ez helyes útra fog minket, helyes gondolkozásba fog bennünket vinni, és ha helyes a gondolkozásunk, akkor helyes a döntésünk, és helyes a cselekedetünk. És ezután ő beszél e világ pénzügyi rezeteiről, és arról is beszél, hogy különböző világokban, különböző háborúk által rezetelődött az addigi pénzügyi, hát amennyire akkoriban pár száz évvel ezelőtt nagy globális pénzügyi tőke is befolyás volt, de az utóbbi száz évben ez teljesen érvényes és látható, hogy egy globális rendszer állt össze, mert ez a pénzügyi rendszer ez globális mértékekben tudja igazán kifosztani az emberiséget, és így ez az a rendszer, ami most kicsit megingott, lehetséges, hogy pont emiatt nem egy globális rendszer hozta létre egyébként ezt a vírus, mert nem az az érdeke, hogy saját maga döntse meg saját maga rendszerét. És a kérdés, amit föltesz, az ugye az, hogy fogunk ebből mit tanulni. És nagyon reméljük, hogy erre a válasz az igen. És ahogy Amerikában Trump elnök azt mondja, hogy make America great again, tegyük újra nagyjá Amerikát, ugyanúgy mi is, illetve a többi állam is a lokalitásra fog számítani, és nem a globalitásra ezután, mivel ez egy nagyon szofisztikált, nagyon nagy bonyolultságú rendszer, és nagy bonyolultsági rendszerek Murphy törvénye szerint azok össze fognak omlani. Azokban mindig lesz egy pici kapocs, ami hirtelen elromlik, nem fog működni, és onnantól nem működik az egész. És ezt látjuk akár a mai motorokban is, a régebbi motorokat sokkal egyszerűbb volt szerelni, maikban valami elromlik, rengeteg pénzt lehet kidobni, csőd az egész. Leegyszerűsödik talán majd minden. Leegyszerűsödik talán az életünk. És sokkal inkább a lokális felhasználás, termelés és fogyasztás lesz. És nem lengyel almát fogunk mi enni, és a németek esznek magyar almát, hanem mi fogunk megenni a magyar almát, a lengyelek pedig megeszik a lengyel almát. Nem mintha nem szeretnénk a lengyeleket. Nagyon jók a lengyelek, de szerintem a magyar alma finomabb. És beszélt még, húsvét előtt volt, beszélt még a húsvétről, illetve a húsvéti rezetről, és húsvét után, mert most húsvét után vagyunk, ugyanúgy érvényes, minden nap ugyanúgy érvényes. A Biblia azt mondja, hogy Isten szeretete az reggelről reggelre mindig megújul, új, nem kopik el, nem fogy el, mindig megújul. Mindig egyfajta rezet, újraindulás, természetesen Isten nem kell semmit rezetelni önmagában, de így is fölfoghatjuk minden egyes napunkat, hogy most egy újabb nap van, újabb nap, hogy Isten elé oda mehetek, tőle kérhetem a bölcsességet, tőle kérhetem az erőt a napomhoz, tőle kérhetek mindent, vagy pedig itt van a nap, amikor rendezhetem vele a kapcsolatomat, rezetelhetem a saját életemet, hogy végre nem félelembe, aggodalomba éljem az életemet, hanem Istenben igazi békességre tudjak találni. És ezt kívánom most is, akár húsvét után is mindenkinek. Találkozunk a következő napról bejegyzésnél. Addig is mindenkinek.